Hálózattal. Itt volt a... Ez mutatva, és éppenséggel a 3G-s hálózaton vagyok rajta. Így át fogok váltani a 5G-s hálózatukra. Láthatóvá váljon. Nem akar láthatóvá válni. Misa, gondolk rajta. Akkor a telefon szerint. Látnia kellene. Máshol lesz a gond. Nyugom, és behúgy nyugom. És akkor meg kell lennie egy 4G-s hálózatnak is. Az internetnél. Vajon nem akar a és van globál 3G, mert van globál LTE hálózat. Nyilvánvalóan most a globál LTE-s hálózat lesz letesztelve, mire is. Képes. Drönél, hogy mire is képes a globál telefonos 4G LTE-s hálózat, rákonnektolok, rámegy, mindjárt is fog derülni. Sajta van, lesznek váltogatva, hol egyszer a 3G-s lesz, hol egyszer a 4G-s. És megint egy tévedés teszt, az a speed teszt. Robátás. Csikét. Lassan töltődne be. 3G-sen nem kell volna ennyi időt várnom. Most éppen az az ajándékok, hogy az első hónap 15-ig van, az minden erre a hónapra kap 100 GB-ot. Ingyen! 10 GB helyett 100 GB-t. A SIM kártyájuk, hogy bármit ki bírsz választani, bármilyen csomagot. És mostan 100 GB van éppenséggel. Speed test. És ezt tesztelve. Lehet, hogy lassabb lesz, mint a 3G-s hálózatok. Itt rengeteg LTE-s mobil van rákapcsolva, az interneten az is LTS-es, és lehet, hogy csak ide fog zavarni a mérésekbe. Rosszabb lett, mint a 3G-s hálózat. Derülni. Ping is már jóval nagyobb. Ez csak mérés, nem akkor függ, hogy mi a valóságban van. Letöltése neki. Fog derülni.
Így nem lehet bemutatva. Ez ilyen, nézd, hogy virtuális vonal. Egy része a vonal. Saját hálózaton egy része. Vipen van még. Jó. Az a kérdés, hogy egyáltalán vannak neki digitális szervizei. Vagyis ha nincs beszélgetésre, meg internetezésre, most hogy 100 GB-ot kapsz 1000 dináré egy hónap, az eléggé szép mennyiség. Ilyen egy inkább egy valóságű teszt, ahol egy torrent fájt fogok elindítani. Látszik, hogy Linux mintem van. 13,6-on van. Életvibb legyen a teszt. Kitöldöm. És akkor ismét le fogom töltetni vele. Hány percig. És akkor ilyen teszt lesz, kb. Ott is, ami 5 percen át lett töltve, és akkor meglátszik, hogy mekkora tényleges internetnek a sebessége. Tölt fel. Ubi torrentra. Elindítva. Figyelni. 292-t mutat. 322-t. 608 kilobájtot. 581-et. Egy megabittet volt már. Egy egész négy. Kettő megabit per szekund. 2,1. Fogja kb. Tölteni 5 percen át. Addig is nézni, ilyen csavagok vannak. Egy egész 3 megabit per szekundum. Pont ugyanennyi szokott lenni a üpes internetnek is a letöltési sebessége. Jó, hogy annyi lesz, mert ugyanaz a hálózaton vannak a valószínűsége. Mutatni! Mutatom azt az. Huszonnégy perc alatt. Letölti! Gyorsulni a 3,6 per megabit per szekundum. Már 4 megabit per szekundum. Most átváltott a maximális sebességű hálózatra. Előbb volt a korlátozottan, most már maximálisra van. Hát a maximálisra jól emlékszem, amit a rámette, akkor elhozhatta én a 9 megabit per szekundumot is. Most vagyok. Nézd, hogy nem akarja. Ez a 150 megabit per szekundumot átbír vinni. 8 perc fog kb. Tartani neki. Annyi sem. Elég jó, meg vagyok vele elégedve. Ez volt sokkal rosszabb volt teszteimen. Ez a Telekom csubija, ami nagyon rossz. Egyszerűen nagyon nincsen térerő a 3G-s hálózaton, nem lehet rajta beszélni. Azt mondja, milyen jó, de ez vagy a nem jó. És itt látszik ez a Robatel, ami 2016 óta van, hogy mire képes. A valódi ereje látszik. Nem pedig az, hogy jó, de jó, jó, de jó.
4 perc alatt letölti. Sebességet. Feltöltés sebessége 2,3 megabit per szekundum. Fel sem tudjátok töltnie videókat. A telefonos videók is, amik olaj vannak csinálva, minőségessége saját házatokban lesz feltöltve. Nem rossz. És itt vannak ilyen csomagok neki. Van applikáció. Lássuk, így vannak tévét is. 50 darabot. De ezt mutatva a telefonon át. Mi sem lesz. Ez nem lehet. Elég jó hálózatuk. Csomagok vannak. Van. Egészen első nap 31-ig 100 gigabájt internetet kaptam. Havi 900 gigabájt. Hát elég jó. Csomag. És lehet rendelni is tőlük. Online-on. Van nekünk. Befölvettük is. Akkor be lesz majd. Mutatva. Meg vagyok lepődve. Hagytuk. Ilyen gyorsan az internetük. Van saját feltöltős, van is saját egy új telefonszámon. Átnéz egy másikról, el tudom neki azt a minden SIM kártyának az kártyája, azt a PIN még a PUK kódot, átírassák, és már globál telefonos lehetsz rajta. Próbálni. Tisztára. Jó.
Feltöltése ugyanannyi, mint a töltése. Nagyon szépen töltődik. Lefelé kb. 2 GB. És még van, hány perc alatt fog letöltődni. Végén ki lesz mutatva. Már 8 percnél tart, és már 80%-nál van. Zárom. Feleződött. Látok ebbe a szolgáltatóba még. Jövőt. Vannak olyan szolgáltatók, amikben nem látok semmit sem. Azok a... Nem értem a nevüket meg. Egyik ilyen balesági. Egyre nagyobb kábel téli szolgáltatója. Nem látom a jövőt, abszolút. Nagyon. Még mindig gyerekeket manipuláltattak. Gyereknek. Kábel tévékkel. Bennük nem van. De a telefonokban, már szolgáltatókban, talán még. 7,8 megabitnál. Nem semmi, tényleg a sebesség. Azt hittem, hogy jóval rosszabb fog lenni. Hát nem az lett. Tizen. Egy perc alatt letöltött 2 gigabájt adott. Nem sem. Ilyen gyorsan! És állítom! Ennyi lett volna a Global Telekomnak a 4G-s hálózatának a letesztelése. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!